Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják, benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Kevésbé volt gólgazdag ezúttal a Paks 2 és a Hárrend Kozár Mislány labdarúgó mérkőzése, mint az őszi idénnyitó találkozón Baranyában. A két NB1-ből visszajátszóval erősített hazai paksi csapat ugyanis a szünet után komoly nyomást tudott gyakorolni a vendégekre, és az utolsó 20 percben szerzett két góllal otthon tartotta mindhárom pontot. A Kozár Mislány nem tudott olyan hatékonysággal visszatámadni, hogy komoly gólhelyzeteket tudjon kidolgozni. Emiatt volt hiányérzete a beugró edzőnek, Nagy Gábornak a mérkőzés után. A paksi csapat enyhe mezőny fölényeinek jegyében telt el az első játékrész. A mislányiek saját kapujuk előtti védekezése azonban meglehetősen stabil volt, az otthon játszó PFC kevés gólhelyzetnek nevezhető szituációt tudott kialakítani sokáig. Leginkább a szélekről középre lőtt labdákkal veszélyeztettek a zöldek, egy ilyenből Szendrei megszerezhette volna a vezetést a félidő vége felé, de tiszta helyzetben közelről mellé fejelt. Szünet után is alapvetően az történt a pályán, amit az első játékrészben láthattunk, de az utolsó 20 percben a Paks 2 a becserélt fiatalok mozgékony játékával elsősorban megtalálta a réseket a mislányi reteszen. Előbb egy remek helyzetfelismerés után pontos 16-17 méteres lövéssel Szendrei szerzett gólt, a vendégek kapusa a takarás miatt nem tudott időben reagálni erre. Aztán néhány perccel később szép összjáték után kapitulálni kényszerült a vendégcsapat, a center pozícióban érkező Kőválinak már nem volt nehéz dolga ahhoz, hogy megszerezze a meccset végül is eldöntő gólt. Igaz, mégsem 2-0 lett a végeredmény, hanem 2-1, köszönhetően a vendégcsapat agilitásának, amely nem adta fel a meccset, és a 89. percben egy jogos büntetőt harcoltak ki, amit a csereként beállt Kirchner magabiztosan értékesített. A hosszabbításban is eljutottak a fehérmezes baranyaiak a paksi 16-osig, de nem volt már esélyük a pontszerzést jelentő egyenlítő gólra. Összességében megérdemelt paksi győzelem született a két NB3-as középcsapat mérkőzésén. Az első félidőjátékunk számomra csalódást okozott, mert ütemtelenek voltunk, pontatlanok voltunk, tehát az inkább csak küzdöttünk. A második félidőjátékkal már elégedett voltam, hogy sikerült ritmust váltanunk, és úgy érzem, hogy a kialakított helyzetek a játékképe alapján szerintem megérdemeltük a győzelmet. Szerencsére minőségi fiataljaink ülnek a padon, plusz kiegészülve Pap Kristóf, aki az NB1-be is egy nagyon jó futballista, tehát ő kulcskérdés volt, hogy őt a szünetbe be tudtuk hozni, és vele is, meg a fiatalokkal is azért lényegesen feljavultunk a második félidőre. Az ezen a meccsen beugró edzőként a Kozár mislenyieket irányító Nagy Gábor paksi kollégájával éppen ellenkezőleg az első félidővel volt elégedett csapata játékával. Azzal már egyáltalán nem, hogy a paksi változtatásokra, ritmusváltásokra nem megfelelően reagáltak. Ha a mérkőzést az elejétől nézzük, ott meg tudtuk valósítani, amit szerettünk volna. Nagy részben tudtunk dominálni is, lehetőségeink voltak, talán több helyzet kellett volna, és értelemszerűen a gól, ahhoz, hogy egy kicsit változzon a mérkőzés és a mi javunkra forduljon. Inkább a Paks erőltette rá az akaratát, mi nem erre rendezkedtünk be. Nem nagyon tudtunk kijönni se, nem nagyon tudtuk befejezni a támadásainkat se. Azt gondolom, hogy azt később kell elemezni, vissza kell nézni a mérkőzés, lehet benne fizikai különbség is. Hát a mentális fáradtságot azt úgy nehezen tudom értelmezni. 20 forduló elteltével a labdarúgó NB3 középcsoportjában pillanatnyilag mindössze 2 pont a különbség a két csapat között. 2015-ig remek eredményeket produkáltak a Tolna megyei sporthorgászok. A kiemelt egyesület, az Atomerőmű Horgász Egyesület 3 versenyzőt is adott. A világversenyeken remekül szereplő, csapatvilágbajnoki címet is szerzett magyar felnőtt válogatottnak. Más megyei egyesületek pedig a kiemelt hazai versenyeken remekeltek. Ez a generáció az elmúlt években visszavonult a versenysport szintű horgászattól, és újak a helyükbe ezidáig nem léptek, de nem reménytelen a helyzet. A megváltozott körülmények közepette is a Megyei Horgászszövetség tehetségkutató nyári táboraiban és a hagyományos Sulikupa horgászversenyen vannak már olyan fiatalok, akik szívesen lépnének a neves elődök nyomdokaiba megyeszerte.
A horgászás az elmúlt évtizedekben versenysportán nőtte ki magát Tolna megyében is. A legismertebb és legnagyobb egyesület az Atomerőmű Horgász Egyesület, világversenyekre kijutó és ott csapatszinten világbajnoki címet is szerző magyar válogatottakat nevelt ki. Az ügy elkötelezett megyei szövetségi felelőse Fotyék János, aki egyéb iránt az Atomos Horgász Egyesület vezetőségi tagja is, megkeresésünkre elmondta, bizony kiment egy nagy generáció, mostanság az utódok felkutatása zajlik, ami nem egyszerű történet, hiszen több okból is egyre kevesebben vállalják a versenysport horgászattal járó elfoglaltságot, kötelezettséget és nem utolsó sorban a költségeket. Ugye ez nagyon személyfüggő, kell hozzá egy elkötelezett szülő, kell hozzá egy elkötelezett gyerek, illetve nem baj, ha van az iskolában egy elkötelezett pedagógus, főleg nem baj, hogyha van olyan, aki ért is ehhez a fajta versenysporthoz. A hagyományos nagy egyesületek jártak ebben élen, többek között a Dombóvári Sporthorgász Egyesület adott utánpótlás válogatottat, a Nagydorogi Horgász Egyesület női válogatottat, a Paksi Sport, illetve a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület pedig utánpótlás, illetve felnőtt és női válogatottakat az országos nemzetközi mezőnybe. Ha sikerül megtalálni az érzelmileg is elkötelezett tehetségeket, nyomasztó gondként jelentkezik a megfelelő felszereléshez szükséges anyagiak előteremtése az érintett egyéneknél és az egyesületek számára is. Egy jó minőségű versenyfelszerelés az 7 számjegyű összeg. Van olyan versenyző, aki tudja segíteni, tudja támogatni nem csak felszerelésben, hanem inkább tudásban azt a fiatalt, akiben lát fantáziát. A nemzetközi szintű eredmények eléréséhez ma már nem elég annyit úgymond edzeni, készülni, versenyezni, mint 10-15 évvel ezelőtt. Annyira fejlődött a nemzetközi szintű versenysport, hogy aki éves szinten nem tud legalább 200-250 napot horgászni, és legalább 6-8 hónapot versenyezni, az egyszerűen nem tud megmaradni, nemhogy a nemzetközi, de a hazai élvonalban sem. A tehetségkutatás a már említett nem kedvező körülmények ellenére is folyamatos a megyében. Ezen a téren a szövetség elnöke Szakács Szabolcs felettébb elkötelezett. Jelzésértékű, hogy a nyári tábort most is megtartották Tolna megyében, és immáron egy évtizede létezik az iskolák közötti horgászverseny, a Sulikupa, amely az ismert okok miatt az idén elmaradt. De szinte garantáltan folytatódik ez a versenysorozat. Köszönhetően az Atomerőmű ESE vitorlás szakcsoportjának és a sportágat a tehetséggondozásban felkaroló MVS-ének egy tehetséges fiatalember lehetőséget kapott arra, hogy egy szintén olimpiai hajóosztályban kipróbálhassa magát. A paksi Újvári Dénesről van szó, aki az alapok megszerzése után már igen fiatalon bemutatkozhatott a lézer hajóosztályban, és ott 17-18 évesen remek eredményeket ért el. A tavalyi évben mégis felhagyott az ebben a kategóriában történő versenyzéssel, mint egy varázsütésre átült a fiatalember a finn dingibe, mely hajóosztály elsősorban érzelmileg fogta meg. Úgy tűnik, az első versenyeken elért eredményei alapján Dénesnek az oly népszerű finnben is bizony van keresnivalója. A vitorlássporttal a Balatonfüredi Koloska kikötőben megismerkedő paksi, illetve környékbeli fiatalok általában megmaradnak a kezdőknek felkínált kalózhajóosztálynál. Maguknak társat és hajót választva az ASE szabadidő szakosztálya által felkínált versenyeken szerepelnek általában. Ezeken az utóbbi években a lézerhajóosztályban és a még mindig népszerű, szintén olimpiai hajóosztályhoz tartozó findingiben is rendeznek versenyeket. Ezekben az egyéni hajóosztályokban az elmúlt 2 évben bontogatja szárnyait egy valóban fiatal paksi tehetség, bizonyos Újvári Dénes. Alapvetően a tömegek versenyeztetésére hivatott ASE már az említett vitorlás szakcsoportja, mint azt László Zoltán szakcsoportvezető korábban kifejtette, nem zárkóznak el attól, hogy a sportnál különböző szakágában feltűnt tehetségeket egy-egy páros hajót támogassanak karrierje építésében. Nekem az egyéni vitorlázás az jobban tetszett, ugye a saját fejem után tudok menni,
és akkor így kerültem bele, ugye még annak idején a Lézer 4.7 hajóosztályba, ahol vitorláztam közel 4 évet, majd utána a Stadler Csabának a motivációjára kerültem be a Findingi hajóosztályba, ahol igazából nem volt rajtam kívül utánpótlás. A Lézer hajóosztályban hamar bizonyította rátermettségét, miután hamar világversenyekre is eljutott, még tinédzserként Újvári Dénes, ahol nem csak tapasztalatot, hanem sikerélményt is szerzett a folytatáshoz. Többek között Európa-bajnokság, világbajnokság, ahol évről évre egyre jobb eredményeket tudtunk elérni, és az utolsó világbajnokságon volt a legjobb helyezetem, az 2016-ban volt, ott az aranycsoportba végeztem, ha jól emlékszem, 45. helyen. Ez a valójában élmezőnyi pozíció nagyon is respektálható annak tükrében, hogy egy világbajnokságon több százan, az említetten kerek 400-an indultak. 2-3 év elteltével mégis úgy döntött, felhagy a Lézerrel, átül a Finbe. Ennek több oka volt. Egyrészt az első és fő oka az volt, hogy a Lézer 4.7-nek van egy felső korosztálya, az a 16. életév, tehát a fölött már nem tudsz indulni hivatalosan versenyben. És volt egy másik oka is, egyrészt az érettség is közeledett, és az egyetemi tanulmányokra akartunk jobban fókuszálni, hogy ez sikerüljön. Ezért a 2016 év végén kiültem a hajóosztályból, majd 17 év végén kezdtem el barátkozni a Findingivel, akkor szabadultam fel úgy szabadidőben, hogy tudjak ezzel is foglalkozni, és hogyha úgy nézzük, még a 19. év közepétől kezdtem el komolyabban finnezni. Junior világbajnokságról szeretnék majd egy ilyen beszámolót tartani, ugyanis ezt jövő év, ha jól emlékszem, júliusában fogják megtartani a Balatonon. Ott mindenképpen szeretnék valami mutatósabb eredményt elérni, képviselve ugye az országomat. Ezen kívül ugye a korosztályon belül, hajóosztályon belüli korosztályban szeretnék érmes helyezéseket minél többet begyújtani. És persze az ASE által a Koloska kikötőben megrendezendő balatonfüredi findingi versenyeken is minden bizonnyal találkozhatunk majd a vitorlásportban feltűnt Tolna megyei tehetséggel, akinek alig ha nem ezeken a versenyeken már kötelező lesz a szűkebb élmezőnyben végezni, vagy éppen hazai pályán a győzelmet megszerezni. 3 győzelem után a 4. vereségét szenvedte el az atomerőmű Bonyhádese a férfi NB1-B-s kosárlabda bajnokság zöld csoportjában. Visszaesésről, válságról egyáltalán nincs szó, legfeljebb kisebb hullámvölgyről lehet. A negatív sorozat hátterében ugyanis legfőképpen az áll, hogy az elmúlt fordulókban Morgan Frigyes edző nem számíthatott 3-4 Paksról érkező kulcsjátékosára, mert hogy az élvonalbeli nagycsapat az ASE edzője számított rájuk az élvonalbeli nagycsapatnál. Ez pedig komoly játékerőbeli gyengüléssel járt a Bonyhádi együttesnél. Így volt ez legutóbb, amikor a Hódmezővásárhelyi Kosársuli együttese látogatott Bonyhádra. 3 győzelemmel kezdték a bonyhádi sárgák az új bajnokságot az NB1B zöld csoportjában, amit sajnos 3 vereség is követett azonnal. Ennek volt objektív oka is, erősebb ellenfelekkel is találkozott az immáron atomerőmű ese Bonyhád KS-e, de rajtuk múló szubjektívek is. Ez pedig a csapatvédekezés időnkénti szétesése. Ezen sikerült javítani az idei 7. meccsen, amikor a Hódmezővásárhelyi Kosársuli csapatát fogadták a bölcségiek. Mindez persze szükséges, de nem elégséges feltétele volt ahhoz, hogy a 4. győzelmet megszerezze a csapat. Nagyon hiányzott ezúttal az a 3-4 Paksról az NB1-es csapat holdudvarából érkező, valóban erősítést jelentő fiatal játékos, akik abszolút kiegyenlítetté tették volna az erőviszonyokat a komplett csapattal érkező Hódmezővásárhelyi kékek ellen. Nyilván különböző problémák léptek föl, illetve a vírushelyzet is közrejátszott. Ebből adódóan az itt pattogtató fiatal tehetségek, akik ilyen 20 év körül játékosokról beszélünk. Ők jelen pillanatban már nélkülözhetetlenek az ASE felnőtt számára, így a mai napon 4 ilyen meghatározó, vagy úgy is mondhatnám, kezdő játékosunkat nélkülözni kellett.
Ezt én tudom, hogy a rutinosabb és régebb óta itt lévő játékosoknak egy picit nehéz mentálisan is kezelni, ugye, hogy végre volt egy év, amikor úgy éreztük, hogy ezzel az állománnyal azért van keresni valunk itt a zöld csoport élmezőnyébe, ez a mai napig így van, csak ugye a változásokkal nekünk is változni kell, és alkalmazkodnunk kell, úgyhogy azon vagyunk, hogy jelen pillanatban, ha ez a társaság adja így a Bonyhád keretét, ez a társaság nyilván nem egyik hétről a másikra, vagy egyik hónapról a másikra, de együttes munkával a későbbiekben azért a zöld csoportban számottevő csapat legyen. Ezért persze még sokat kell a hétközi edzéseken dolgozni, az új csapatot végleg felépíteni. Ebből a szempontból is voltak már bíztató jelek a Hódmezővásárhely ellen. Sikerült a második játékrészben ugyanis 17-18 pontos mínuszból visszakapaszkodni, kemény kosárlabdát játszva, és bejönni 10-en belőre. De a hosszabb kispaddal bíró alföldiek közelről, a palánk alól és a távoli dobásokkal is hozták azokat a pontokat, ami a mérkőzés biztos megnyeréséhez kellett. 86-79-re nyertek a vendégek, ám a tartalékos bonyháriak is ezúttal emelt fővel mehettek az öltözőbe. Kettő-kettes döntetlennel zárt a PMFC a Soroksár SC vendégeként a Merkantil Bank Liga 19. fordulójában. A kiállításokkal tarkított találkozón a győzelem ugyan elmaradt, de harmadik helyét megtartotta a tabellán Vas László együttese. Az MB2-es tabella harmadik helyén álló piros-feketében játszó PMFC a hetedik helyezett fehérmezes Soroksár SC vendégeként lépett pályára a Merkantil Bank Liga 19. fordulójában vasárnap. A pécsiek számára álomszerűen kezdődött a találkozó, hiszen Futó Zsombor fejes góljával már a második percben megszerezte a vezetést Vas László együttese. Nem sokkal ezután Óvári Zsolt szerzett labdát a 16-oson belül, amit az alapvonalig vezetett. Veszélyes beadását azonban Gengericki Gergő kivágta az ötös vonaláról. A 20. percben növelhette volna előnyét a Pécs. Varga Ádám tolta ki a labdát, ami Rácz László karjáról került a hazaiak hálójába. A találatot kezezés miatt érvénytelenítette a játékvezető, majd Molnár Attila utólagosan szándékosnak minősítette a mozdulatot, így második sárgáját is megkapta Rácz, emiatt pedig 10 emberre fogyatkozva kényszerült folytatni a találkozót a Pécs. Ezután a 39. percben Orosz Márk lesen talált be a PMFC kapujába. A fordulást követően Vas László, a pécsiek vezetőedzője is a kiállítás sorsára jutott, akinek így el kellett hagynia a kispadot. A fehérmezes hazaiak ekkor nagy erőket mozgósítottak a szépítés érdekében. Az 50. percben Pászka Lóránt kapásból bombázott kapura, de Helesfai Donát hatalmasat védett. Alig 5 perccel később Derekas Zoltán fordult le védőjéről, majd 16 méterről lőtt, ám Helesfai nagyot nyújtózva szögletre tolta ki a labdát. A 66. percben aztán Gengelicki Gergő szabálytalanul rántotta le a 16-osra balról betörő Kónya Dávidot. A hazai együttes ekkor szintén 10 emberre fogyatkozott meg, míg a megítélt büntetőt Kónya értékesítette, és ezzel már 2-0-ra vezetett a PMFC. A pécsiek öröme azonban nem tartott sokáig, hiszen a 73. percben Gárdos András közeli fejesével szépített a Soroksár. A 82. percben Gárdos kapufát lőtt, majd a szögletet követően Lovrencsics Balázs 2 méterről leadott lövését Helesfai tolta ki. A 86. percben viszont már egyenlíteni tudott a Soroksár. Egy szögletet követően Derekas talált be fejjel a kapuba, beállítva ezzel a 2-2-es végeredményt. A PMFC a soroksári döntetlen ellenére megőrizte harmadik helyét az MB2-es tabellán. Folytatás december 6-án a Dorogi FC ellen idegenben. Nyilvánvaló közrejátszott az, hogy ugye mind a két oldalon akadt kiállítás, de függetlenül úgy mennék bele az egészbe, hogy ahogy elkezdtük a mérkőzés, az rendben volt. Tehát nyilván a mérkőzés elején szerzel egy gólt, az abszolút azt mondom, hogy lökést ad. Nem láttam igazából problémákat, dolgoztuk, csináltuk azt, amit elterveztünk, és ugye nyilván a kiállítás kicsit áthúzta a számításainkat, innentől kezdve ugye fél időben még rendszert is váltottunk, és igazából azt mondom, hogy kidolgozott helyzete, nagy helyzete addig nem is nagyon akadt az ellenfelünknek, bár nyomás alá tettek, abszolút birtokolták a labdát, abszolút
fölénybe voltak, fölénybe játszottak, de ez nyilvánvaló volt. És amikor megrúgtuk a második gólunkat, és az ellenfélből is kiállítottak egyet, akkor történt az, aminek nem kellett volna igazából. Onnantól kezdve úgy gondoltuk, hogy zsebben van a mérkőzés, és meg lesz. Jöttek azok a hibák, amik úgy gondolom kicsit gondolkodásra adnak majd okot a jövővel kapcsolatosan, és meg kell, hogy mondjam, megérdemelten egyenlített a soroksár, úgyhogy összességében egy igazságos eredmény született. Egy nagyon jó csapatot fogadtunk, és ezt tudtuk, hogy eddig az NB2-ben a legkevesebb gólt kapták, és tudtam, hogy nagyon jól védekeznek, és ez így is volt az egész mérkőzés során. Én csalódott vagyok, hiszen mikor kiállították a játékosokat a 20. percbe, sokkal gyengébben játszottunk, tehát akkor kellett volna sokkal jobban játszani, és talán az első fél időben egyenlíteni. Ehelyett megint csináltunk egy butaságot, megint megkaptuk a 11-est, és 2-0-ra vezetett az ellenfél, viszont a pozitív, meg szinte megint ugyanaz, hogy vert helyzetből, 2-0-ás vagy 0-2-es állásból a csapat föl tud állni, és így tud menni, úgyhogy ezért vagyok bosszantó egy picit, ezért ez a mérkőzés, hiszen hogyha amelyik csapat így tud menni az utolsó 30 percbe, azt nem tudom megérteni, hogy az első 60-ba hol tartózkodik úgy, hogy egy játékossal többen vagyunk. Tehát ezek nekem mindig furaságok. De mondom még egyszer, a 30 perc, utolsó 30 percben dicséret illeti a játékosokat, hiszen utána még voltak helyzetek, hogy tudtuk volna megnyerni a mérkőzést. Ebben a mérkőzés ennyi volt, tudtam, hogy egy nagyon jó csapatot fogadjuk, és hát sok sikert kívánok nekik, hogy érjék el a céljaikat, úgyhogy mi pedig nekünk is tanulságos ez a mérkőzés, tanulni kell belőle, és ezt a hátra lévő két mérkőzést azt kell hozni becsülettel. Zárt kapus mérkőzések, elhalasztott fordulók. A pandémia miatt ebben a szezonban egyik sportágban sem az eredményesség, hanem a motiváció fenntartása a cél. A Kozár Mislenyesek kosárlabda szakosztályánál jártunk és bepillantást nyerhettünk több szakosztály edzésmunkájába, valamint a tervekről és a célokról beszélgettünk. Minden sportág bizonytalan szezont él át, nem kivétel ez alól a kosárlabda sem. A Kozár Mislenyesek kosárlabda szakosztályában gőzerővel megy a munka, de a világjárvány a bajnokságok forgatókönyvét is átírja. Ugye az NB2-es bajnokság, hál' Istennek, még októberben elindult. Minket egy 10 napos karantén érintett kontaktszemélyek voltunk. Eddig lejátszottunk 6 mérkőzést, a 6-ból 2-n győztesen hagytuk el a pályát. 4 alkalommal vesztesek voltunk. Játékosok feje még nincs itt, maradjunk annyiban. Nagyon nehéz ez a szezon. Az edzői szakma nagyjából arról szól, hogy megtervezünk egy szezont, egy évet, vagy akár ugye egy játékos pályafutását nézve egy hosszabb periódust. Gyakorlatilag ez a rész az eltűnik. Napról napra élünk, várjuk a híreket, nézzük, hogy mi történik körülöttünk, és próbálunk azzal a lehetőséggel élni, amink van. Per pillanat ez heti 2 edzés, jobb esetben 3, hogyha nem meccsünk van. Nehéz a szezon, de ezt most így túl kell élni. Az U18-as B csapat kiegészülve az NB2-es játékosokkal idén egy számukra új versenyrendszerben, az Egyed Mihály megyei bajnokságban is indul. A megye bajnokságban a 4 közé kerülés a cél, míg a junioroknál merészebbek az álmok. Érdekes mindenkinek ez a szezon, ami most ugye folyamatban van. Nekem a junior B csapat az elsődleges csapatom, ővelük dolgozunk most már több mint egy éve. Jelenleg elég sikeresnek mondom a szezon kezdésünket, hiszen 3 meccsből 3-at sikerült megnyernünk, és ez mellett indultunk el a megye bajnokságban is, ahol éppen 3-ből 3-at nem sikerült megnyernünk, de az a bajnokság teljesen más célokkal és teljesen más célokért küzdünk. Az NB2-ből kapunk András Jóvoltából visszajátszó 2 játékost, illetve egy juniorkorú játékost, aki segíti gyakorlatilag a mi munkánkat. Mi a megye bajnokságban azért indultunk, hogy a juniorok több lehetőséget kaphassanak szervezett körülmények között, és a saját bajnokságunkba tudjunk megmutatni azt, hogy hol tartunk. Ribarics Gergő a közelmúltban a PVSK-tól érkezett Kozár Mislenybe. PVSK-tól érkeztem, már egy 2 éve nem annyira profi szinten az öreg fiúknál játszottam, onnan jöttem át ide. A csapat nagyon jó a csapat összhang, és egyből befogadtak, és nagyon élvezem. Én csak a megye csapatba játszhatok itt, és egy megyébe is indultunk, mert én az U18-ból már kiöregettem, de hát idén megpróbáljuk összehozni a legjobbat, de még egy kicsit azért erősödnünk kell fizikailag, de jók vagyunk így is.
az U14-es csapat vezetőedzője és U16-os edző Csutorás Fanni. Míg utóbbiak legközelebb a Kasi B gárdája ellen lépnek pályára, az U14-esek januárban folytatják a küzdelmeket. Szerencsére U16-os korosztály is elkezdte ugye a bajnokságot, eddig két mérkőzést játszottunk, sajnálatos módon ugye nem sikerült ez a két meccs, de ennek indoka is van, mert ugye a Fránó karanténban volt, és ugye nagyon sok játékosunk is, tehát így hébe-hóba sajnos hiányoztak az edzésekről. Az U14-esek viszont nagyon szépen játszanak eddig, játszottak, ugye persze föltáblára nem sikerült bejutnunk, de igazából szerintem ez volt a realitás is, hogy B csoportba jussunk föl. Ugye játszottunk a Szekszárd ellen, szívüket, lelküket kijátszották, tényleg egy hatalmas mérkőzés játszottunk ellenünk, és ugye a Kaposvár ellen játszottunk, Kaposvár B ellen játszottunk a második mérkőzésen, hát ott látszott azért már tényleg, hogy az már egy második mérkőzés volt, ahol nagyon elfáradtak. A Kozár Mislenyesek kosárlabda szakosztálya 6 évvel ezelőtt alakult újjá. Azóta az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztályban van csapata az egyesületnek. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!